114, 115, 116. 117 perc. A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora. Három budapesti kerület és három vidéki nagyváros vehette át a befogadó magyar települések díját. A kúria döntést hozott a kishantosi árverések ügyében a Greenpeace állásfoglalása. Április 27-én a vakvezető kutyák világnapja alkalmából kutyás bemutató lesz az egyik budapesti bevásárlóközpontban. A Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola Alapítvány munkatársával beszélgetünk majd. Jótékonysági bál pénteken, április 15-én a Lilium Kert katolikus óvoda javára, a bál bevételéből a 18. kerületi intézmény gyermekhetet rendez. A 117 perc embere ezen a héten a Nem adom fel együttes gitárosa, zeneszerzője Kis Barna, akivel a Never Give Up gospel kórusról beszélgetünk. Április 23-a a lemez két oldala. Janikowski Éva emléknapra készül a Pesti Magyar Színház, az írónő születésnapja alkalmából. Műsorunk legvégén ma is lesz kávészünet. Szász Anna jegyzetét Hajós Vera olvassa fel. A mai hangmérnök Petik András, a 117 perc egyik riportere Tarcsi Géza, a szerkesztő műsorvezető pedig jó magam, Ruzsa Viktor vagyok, a hírszerkesztő pedig Berényi Attila, aki már is megosztja velünk a legfrissebb híreket. Tartsanak velünk! Hírek következnek itt, a Civil Rádióban. Sok bolt nyit ki már most vasárnap, közterhet tennének a bérbeadott lakásokra. Pénzt kér a nem működő hőkamerákért a rendőrség, változóan felhős az ég. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok a Civil Rádió híreivel. A kereskedőláncok többsége presztízs kérdést csinál abból, hogy már most hétvégén kinyisson, tudta meg a Népszabadság. Várhatóan minden nagy cég, mint a Tesco, az Auchan, a Spar vagy a Lidl is kinyit a hét utolsó napján, vagy legalábbis megpróbálja. Ezt a vasárnapi nyitvatartás szabályzó korábbi törvény is lehetővé teheti, hiszen e szerint évente 5 alkalommal nyitva lehetnek a boltok ezen a napon is. Az áruházaknál azonban fejtörést okoz a munkaerő garantálása. Az eddigi 6 napos héthez is alig akadt dolgozó, állítja a lap. Van, ahol önkéntes alapon toborozzák a vasárnap is munkát vállalni kész dolgozókat. Igaz, olyan vállalatok is vannak, amelyeknél rendkívüli munkavégzés keretében hívnának be munkaerőt a hétvégére az áruházakba. Természetesen ilyen esetekben súlyos bérpótlékot kell fizetnie a munkáltatónak. Megadóztatnák a lakásokat bérbeadókat, új nyilvántartásba gyűjteni a NAV a lakást magán vagy turisztikai céllal kiadókat a hamarosan a kormány elé kerülő tervezet szerint. 3 lakással lehetne regisztrálni, és évente egyszer kellene átalánydíjat fizetni, vélhetően 1500 forintot négyzetméterenként. A Magyar Idők azt írja, az intézkedés célja, hogy egyértelmű kereteket szabjon a magán vagy turisztikai célú ingatlan bérbeadások feketézéssel érintett piacán. A jelenleg a lakásbérbeadókra, illetve a turisztikai céllal ingatlant hasznosító magánszemélyekre, cégekre vonatkozó, egymástól eltérő szabályokat felülírják majd az egységes új előírások. Botrány van a határon, ugyanis az oda telepítette a migránsok észlelésére hivatott hőkamerák egy része nem működik. Mivel a szerkezetekre a rendőrségnek most nagy szüksége lenne, így ködbért követel a szállítótól a Milipol ZRT-től, írja a Magyar Nemzet. A rendőrség közlése szerint jelenleg is 2 hőkamera vár javításra, amelyeket a hiba bejelentéstől számított 15 munkanapon belül nem hozott működőképes állapotba a cég, pedig ezt szerződésben vállalták. Újabb 2 ember keveredett gyanúba a brüsszeli robbantásokkal kapcsolatban.
A feltételezések szerint lakást béreltek a brüsszeli metró robbantójának és feltételezett bűntársának, az érintetteket őrizetbe vették. Március 22-én 16-an haltak meg Brüsszelben a metrót és a repülőteret ért terrortámadásokban. Végül az időjárásról jönnek a felhők, és ezek persze eltakarják a napot, eshet is miattuk, és a szél is megerősödhet. A fővárosban most 23 fok körüli értékeket mérhet, reggeli 10 fokig hűl a levegő, míg a csütörtöki csúcs 18 fok körül alakul. Budapesten lassú a haladás a Lánchídon Budára, a pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányban, illetve a budai alsórakparton a Margit hídnál dél felé. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál mindkét irányban, a Jászberény úton és a Keresztúri úton kifelé. A Váci út újpesti szakaszán befelé a Megyeri út után lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. A Naphegy utcában útszűkületre kell számítani, a Kereszt utcát pedig lezárták útfelújítás miatt. Pongrász Dániel, BKK Info. Köszönjük szépen Pongrász Dánielnek a legfrissebb közlekedési híreket. Civil Rádió, az Emberi Hang. Budapesten a 98 MHz-es frekvencián, valamint az interneten a civilradio.hu 2.8000 címen. Adószámunk 180-480-23, kötőjel 1, kötőjel 43. Ne felejtsék majd el fölírni, fogják még többször hallani a mai délután folyamán, és köszönjük szépen, hogyha személyi jövedelem adójuk 1%-ával gondolnak ránk és támogatnak bennünket azért, hogy szólhassunk a civilek hangján, a civileket, vagyis a minket, magunkat érintő legfrissebb eseményekről. Műsorunk legelején lapszemlézünk, ahogy ezt tőlem megszokhatták a kedves hallgatók. Én nagyon szeretem az origo.hu hírportált böngészni, ilyenkor adás alatt is ezt teszem, amikor éppen zene szól önöknek az éterben. Már is találtam három egészen friss hírt, amely 15 óra 30 perc után, illetve a körül került föl az Origóra, és ezek a cikkek, ahogy ezt a megjegyzésben írták is a szerkesztők, folyamatosan frissülnek. Ilyen például az, hogy kitiltották a parlamentből Gréci Zsoltot, a demokratikus koalíció szóvivőjét. A párt közleménye szerint az eset akkor történt, amikor Varjú László országgyűlési képviselő hétfőn sajtótájékoztatót tartott az országgyűlés sajtótermében. Gréci Zsolt DK szóvivő rosszkor és rossz helyen tartott sajtótájékoztatót. A folyosón kellett volna beszélnie, mivel előtte egy órával derült ki, hogy a kormány visszavonja a vasárnapi boltzárat, ezért Gréci Zsolt, a DK szóvivője ugyanott reagált erre a hírre. Emiatt Kövér László úgy döntött, Gréci Zsoltot, a DK szóvivőjét kitiltja a parlamentből és a képviselői irodaházból. Erről a DK hivatalos levelet kapott az országgyűlés sajtófőnökétől. Eszerint az lett volna a logikus eljárás, ha a DK szóvivője kihívta volna az újságírókat és az operatőröket a teremből, hogy a folyosón mondja el a párt álláspontját a boltzár megszüntetéséről, majd megkérte volna őket, hogy fáradjanak vissza a terembe Varjú László sajtótájékoztatójára. A kitiltás visszavonásig van érvényben, de a demokratikus koalíció azt követeli Kövér Lászlótól, hogy vonja vissza a döntését. Továbbra is folytatja az aláírásgyűjtést az MSZP, ugyancsak az Origo adta ki ezt a hírt nem sokkal, 15 óra után. Azért gyűjt aláírásokat a vasárnapi boltzárról kezdeményezett népszavazáshoz is az MSZP, mert nem hisz a Fidesznek, mondta Tóbiás József pártelnök az egyik budapesti aláírásgyűjtőponton, a nyugati téri aluljáróban. Tóbiás József nem hisz a kormánynak. Azt mondta, azzal, hogy a fideszes többségű országgyűlés kedden visszavonta az erre vonatkozó törvényt, valójában azt a lehetőséget vették el, hogy a nép mondja ki, nincs szüksége a vasárnapi boltzárra. Azzal, hogy ők maguk vonták vissza, fenntartják a kezdeményezés jogát, azt, hogy a fideszes többség megváltoztassa ezt a törvényt, tette hozzá Tóbiás József.
Magyarázata szerint ugyanis, ha a rendelkezést népszavazáson utasították volna el, akkor a visszavonás 3 évre szólt volna kötelezően, így viszont nincs ilyen időkorlát, bármikor visszaállítható a korábbi szabályozás, tette hozzá. Az MSZP folytatja az aláírásgyűjtést. Az MSZP elnöke emlékeztetett, hogy több kormánytag is, Kósa Lajos frakcióvezető is kiállt a vasárnapi boltzár mellett, ezért kell az MSZP-nek aláírásokat gyűjtenie, hogy eszébe lehessen juttatni a miniszterelnöknek, hogy a társadalom többsége szabadon akar dönteni a hétvégéjéről, még a helyükön a miniszterek. Tóbiás arra is kitért, hogy a hírekkel ellentétben a helyükön maradtak azok a kormánytagok is, akik nem támogatták a kormány javaslatát a vasárnapi boltzár visszavonására. Az Origo írta meg, hogy Lázár János és Balogh Zoltán miniszterek távolmaradásukkal tiltakoztak a törvény visszavonása ellen, holott Orbán Viktor egyértelművé tette, sem minisztereitől, sem a Fidesz frakció tagjaitól nem tűri el, hogy akár csak tartózkodjanak a boltzár eltörléséről szóló szavazásnál, vagyis mindenkinek támogatnia kell a kormány döntését. És végül az utolsó hír, amely szintén nem olyan régen jelent meg az Origón, ma délután, ultimátumot adott a Demokratikus Koalíció nevében Gyurcsány Ferenc elnök az MSZP-nek a két baloldali párt között hetek óta tartó a dunaújvárosi időközi választáson való külön indulás miatti elmérgesedett vitában. Zavar lett a kapcsolatukban, írja az Origo cikke. Az Origo birtokába került levélben Gyurcsány emlékeztet, hogy az MSZP a dunaújvárosi időközi választáson megsértve a korábbi megállapodást nem támogatja a DK jelöltjét, sőt saját jelöltet állít, ami a DK elnöke szerint az utóbbi hetekben zavart okozott a két párt kapcsolatában. Gyurcsány Ferenc és Tóbiás József nem felhőtlen a két párt viszonya. Ez egy idézet volt részükről. Mint arról, az Origo beszámolt, Dunaújvárosban június 5-én tartanak időközi választást, miután egy helyi vállalkozó meggyilkolása ügyében meggyanúsította a rendőrség Gál Rolandot, a Fidesz helyi önkormányzati képviselőjét, aki emiatt lemondott képviselői mandátumáról. Nincs összefogás a baloldalon. Ilyen előzmények után nem is lehetne jobb terepe a baloldali ellenzéknek arra, hogy könnyedén legyőzze a Fideszt az időközi voksoláson. Csak hogy az MSZP saját jelöltet indított Dunaújvárosban, felrúgva ezzel a demokratikus ellenzék 2014-es önkormányzati választásokkor született megállapodását, mely szerint Dunaújvárosban a DK állíthat közös jelöltet. Gyurcsány Ferenc csalódott a megállapodás felrúgása miatt. Erre emlékeztette Gyurcsány Ferenc a levelében Tóbiás József MSZP elnököt, mondván a 2014-es megállapodás szerint mindig az a párt nevezheti meg a közösen támogatott jelöltet, amelyik az adott körzetben eredetileg jelölt. A DK tartotta a szavát Újpesten, Tapolcán és Salgótarjánban is, támogatva a szocialista jelöltet, írta Gyurcsány Ferenc. Dunaújvárosban június 5-én lesz időközi képviselőválasztás. A Demokratikus Koalíció Huszti Zsoltot indítja a dunaújvárosi időközi önkormányzati választáson, míg az MSZP önálló jelöltje a korábban 14 évig az önkormányzatban az MSZP színeiben ülő Selyem József lett. A szocialisták azzal magyarázták eddig a megállapodás felbontását, hogy ideje véget vetni a működésképtelen szövetségeknek. Nem ez az első figyelmeztetés. Gyurcsány levele nem az első jelzés az MSZP-nek, mint arról az Origo beszámolt, a DK április elején már felszólította az MSZP-t, hogy tartsa be a megállapodást. Most először fordul elő, hogy az MSZP-nek kellene a DK jelöltjét támogatnia az első alkalommal, de az első alkalommal megszegte a megállapodást, írták akkor közleményükben. Orbán Viktor 2008-ban a dunaújvárosi legvidámabb Barak nevű kocsmában narancslevet ivott.
Erről egy fénykép is látható az Origó cikkében, Belicai László készítette. Alatta folytatódik a cikk. A megállapodás egyoldalú felmondásával a Fidesznek adják a gyilkossággal gyanúsított fideszes képviselő körzetét, és veszélyeztetik az ellenzéki győzelmet Dunaújvárosban. Áll az Origó cikkében, és természetesen még folytatják is ezt a cikket, illetve ahogy az előbb említettük, ez a cikk, illetve ezek a cikkek folyamatosan frissülnek, ahogy az Origó hírportál is, úgyhogy javasoljuk önöknek, hogy látogassanak el oda, ott mindig percre pontosan követhetik az aktuális eseményeket. De természetesen itt nálunk a Civil Rádióban is igyekszünk napról napra hírt adni az aktuális történésekről. Így például most arról fogunk szólni hamarosan, hogy három budapesti kerület és három vidéki nagyváros kapta meg a befogadó magyar települések díját. Három budapesti kerület és három vidéki nagyváros kapta meg idén a befogadó magyar települések díját, melyet április 8-án az Országházban Kövér László házelnök adott át. A díjra két évente pályázhatnak települések, idén először külön kategóriában budapesti kerületek is. A 8., a 13. és a 15. kerületek vezetői vehették át ezt a díjat, illetve emellett Vác, Mórahalom és Dunaújváros dicsekedhet mostantól ezen elismeréssel. A díjra olyan települések pályázhatnak, amelyek az elmúlt 5 évben kiemelt figyelmet fordítottak a komplex akadálymentesítésre. De hogy pontosan milyen szempontrendszer szerint választják ki a nyertes településeket, illetve most már budapesti kerületeket, többek között erről kérdeztem a pályázatot kiíró Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa elnökét, dr. Földesi Erzsébetet. A díjat az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont szakmailag véleményezte. Ebből kifolyólag szempont volt, hogy milyen olyan megoldások születnek, ami mindenki számára alkalmas, nem speciális megoldás. Szempont volt még az innováció, a pályázatok komplexitása, szempont volt még az, hogy a társadalmi tudatformálás területén mennyire aktív az adott település, és az is egy kiemelt szempont volt, hogy a fogyatékos emberek szervezeteivel milyen párbeszédet folytat, és mennyire struktúráltak, vagy pedig adhok alapúak ezek a párbeszédek. Az innováció az ugye azt jelenti ebben az esetben, hogy valami olyan kezdeményezés történjen, amelyre még Magyarországon nem volt példa, jól értem? Igen, hát nagyon fontosnak tartjuk például a 13. kerületben a passzív házakat, ugye, amely környezetvédelmi szempontoknak is megfelel, de azáltal, hogy teljesen akadálymentesek, ezáltal a szociális szempontoknak is megfelel. Én azt gondolom, hogy ennek a két szempontnak az együttes igénybevétele ennél a passzív ház kialakításánál nagyon fontos és előrevívő. Igen, egyébként a 13. kerületnek eddig is jó híre volt, én úgy tudom, tehát a nyugdíjasoktól, idősebb, kiszolgáltatottabb helyzetben lévő emberektől már eddig is hallhattuk azt, hogy a 13. kerületben kimondottan odafigyelnek erre, tehát ez Szanyi Tibor polgármestersége alatt is így volt. Én azt gondolom, hogy egyre inkább odafigyelnek a kerületek az akadálymentesítésre. A 13. kerületnél a párbeszédet emelném ki a fogyatékos emberek szervezeteivel, nagyon hatékony a párbeszéd, és azt gondolom, hogy ez az, ami nagyon előre viszi egy település helyzetét akadálymentesítés szempontjából, ráadásul a szakszerű akadálymentesítés szempontjából, mert az is nagyon fontos. A komplex akadálymentesítés az ugye azt jelenti ebben az esetben, hogy mindenre kiterjedő, tehát hogy mind az értelmileg akadályozottak, autisták, látássérültek, hallássérültek. Igen, és azt gondolom, hogy ez is egyre gyakrabban használt kifejezés, tudják az önkormányzatok ennek a tartalmát, és amennyiben a tervezés kialakítás során
párbeszédet folytatnak a fogyatékos emberek szervezeteivel, akkor ezt meg is tudják valósítani, ugye, hogy azt mi fogyatékos emberek szeretnénk. Legközelebb ugye 2 év múlva lesz ilyen pályázat, jól tudom? 2 év múlva lesz ilyen pályázat. Ugye lehet pályázni, mi a menete a pályázatnak, hogyha bárki településvezető úgy gondolja, hogy szeretne pályázni 2018-ban, ugye addig sok minden változhat, történhet. Nyilván sosem késő elkezdeni az akadálymentesítést. Mi a menete a pályázatásnak, vagy a pályázatra való jelentkezésnek? 2018-ban fogjuk kiírni a pályázatot, maga a fogyatékos emberek szervezeteinek tanácsa írja ezt ki. Megpróbáljuk minél több csatornán terjeszteni, hogy van egy ilyen pályázat, és ösztönözni a településeket arra, hogy tényleg pályázzanak. Úgyhogy azt gondolom, hogy 2018-ig nagyon sokat tudnak még tenni az önkormányzatok az akadálymentesítés területén, amelyet majd 2018-ban a pályázat keretében bemutathatnak. Pályázattal kapcsolatban nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy nem azt jelenti, hogy az adott település teljes körűen akadálymentes. Ez a pályázat arról szól, hogy a települések bemutatják, hogy az elmúlt 5 évben milyen intézkedéseket tettek a fogyatékos emberek társadalmi befogadására. Bemutatják azt, hogy ez egy folyamatos intézkedés, nem pedig egy ad hoc. Pályáztunk egy uniós pályázatra, és akkor most például a Városházát akadálymentesítettük. Nagyon fontosnak tartjuk, és vizsgáltuk a pályázat során, hogy a településeknek a politikájukban, a település fejlesztési politikájában benne van-e az akadálymentesítés? Tehát, hogy folyamatosan figyelik-e az akadálymentesítési szempontokat? Hol vagyunk az Európai Unióhoz képest? Átlagos, átlag alatti, mit lehet erről tudni? Nehéz ezt így megmondani, mert Európai Uniós tagországokon belül is, egy-egy tagországon belül is nagyok a különbségek, vidék, főváros. Ön is úgy érzi akkor, illetve itt Magyarországon is úgy érzik, hogy a vidék az egy picit elmaradottabb a fővároshoz képest? Persze, nyilvánvalóan, nem nyilvánvaló, de ez a helyzet. Hát, szeretem volna kérdezni, hogy mitől nyilvánvaló? Hát attól, hogy vidék, ugye az ember azt gondolná, vidéken jár, vagy ismerősöknél, vagy esetleg turistaként, hogy vidéken az emberek sokkal jobban odafigyelnek egymásra. Budapesten inkább közönösek az emberek, és mennek el akár a földön fekvő ember mellett is úgy, hogy azt gondolják, hogy biztos be van rúgva, és tovább mennek, hogy majd esetleg más valaki segít. Ugye kis településnek jóval kisebb a bevétele, tehát kevesebb pénzből gazdálkodik, kevesebb fejlesztést hajt végre, mint általában a városok. Úgyhogy szerintem ez a nagy különbség ebből is adódik, hogy a fejlesztés hiánya magával vonja az akadálymentesítés fejlesztésének a hiányát is. Igen, apropó fejlesztések, van önöknek beleszólások abban, hogy 2014 és 20 között a majd lehívásra kerülő EU-s pénzekből mennyire részesülhetnek, illetve hogy mennyit költenek majd akadálymentesítésre? Nincs ilyen fajta kimutatást, én nem láttam még. Beleszólásuk van? Van, hogy minden egyes EU-s pénzből fejlesztendő beruházásnak akadálymentesnek kell lennie. De ezt már elmondták 2005-ben is, hogy akadálymentesnek kell lenni minden beruházásnak, aztán mégsem történt meg 100%-ig. 2010-ig sem történt meg 100%-ig. Sőt, azt is tudjuk, hogy azóta már el is törölték a határidőt, és nincs konkrét határidő, hogy meddig. Két különböző dologról beszélünk. Vannak az Európai Uniós pénzek felhasználása, ahol egy kötelező erejű rendelet szól arról, hogy minden egyes elköltött pénz az akadálymentesítésre is kell, hogy fordítódjon. Nem születhet olyan fejlesztés, amely nem akadálymentes a végén. A másik, amit az országos fogyatékosügyi törvény írt elő, azok a határidők, azt pedig azt gondolom, hogy azt eltörölték, de attól ez még az Európai Uniós fejlesztésekre kötelező. Értem, tehát akkor fogják megkapni a települések a pályázati pénzeket, hogyha bizonyítható, hogy akadálymentessé válnak az új fejlesztések. Így van, így van. Dr. Földesi Erzsébetet, a fogyatékos emberek szervezeteinek tanácsa elnökét hallották. Why do you
is me. Heartbeat, why does a love kiss stay in my memory? Riddly pat, I know that new love thrills me. My baby kisses me. Heartbeat, why do you skip when my baby's lips meet mine? Skip beat sign. Riddle it pat and sing to me love story. And bring to me love's glory. Be heartbeat, why do you miss when my baby kisses me? Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat. 117 perc. A kúria kimondta, törvénytelen volt a nemzeti földalap eljárása Kishantos ügyében. A Greenpeace sajtóközleménye, amelyet 2016. április 12-én adtak ki. És akkor a sajtóközlemény a következőképpen hangzik. A kúria helyben hagyta a másodfokú bíróság döntését, amelyben megsemmisítette a Nemzeti Földalapkezelőnek a Vidék BT-vel megkötött szerződését. A bíróság tehát a legfelsőbb szinten is megerősítette, hogy az NFA törvényt sértett a kishantosi földek pályáztatásakor 2013-ban, valamint a Kishantosi Vidékfejlesztési Központnak volt igaza, amikor pert indított az általa egykor bérelt állami földekre kiírt NFA pályázatok elbírálása ügyében. A kúria a mostani döntését megelőzően 2015. június 17-én a másodfokú bíróság elfogadta Kishantos érveit, ítéletében semmisítette az egyik új bérlő a Mezővidék BT és az NFA közötti szerződést. Emellett döntött arról is, hogy az NFA pályázati kiírásának és elbírálásának jogszerűségét vizsgálnia kell a bíróságnak, és ezért ezt az ügyet visszautalta első fokra. Az NFA és a Mezővidék BT azonban nem fogadták el a jogerős ítéletet a szerződés megsemmisítéséről, és a kúriához fordult. A bíróság mostani döntésével helyben hagyta a 2015-ben hozott másodfokú ítéletét. Kishantos tehát győzött. A Greenpeace álláspontja szerint az ítélet precedens értékű, azt mutatja, hogy a bíróságok ténylegesen számon kérhetik az NFA-n, vagyis a Nemzeti Föld Alapon a jogszabályok betartását. Idézet következik a Greenpeace részéről, bízunk abban, hogy ez az ítélet bátorítást, erőt ad minden olyan gazdálkodónak,
aki hasonló helyzetbe került az állami földbérleti pályázatok szabálytalan elbírálása során, illetve áttételesen azoknak is, akik az állami földek eladása során kerültek hasonló helyzetbe. Reméljük, teszi hozzá a Greenpeace, hogy a jog eszközével a magyar termőföld jó kezekbe kerülhet, és minél több tisztességes gazdálkodó számára nyílik lehetőség az ökológiai gazdálkodás folytatására, Kishantos mellett más területeken is, mondta Rodics Katalin, a Greenpeace agrárkampányosa. Kedves hallgatóink, továbbra is 117 perc című műsorunk hallják itt a Civil Rádióban, Budapesten a 98 MHz-en, az interneten pedig bárhol a világon, a civilradio.hu 2.8000-es címen. A mai technikai munkatársunk, hangmérnökünk Petik András, aki egyúttal a remek zenéket is szolgáltatja, én pedig Ruzsa Viktor vagyok, a műsor szerkesztője és házigazdája. És most pedig ismét, illetve folytatjuk a természetes dolgokat, vagyis maradunk továbbra is a természetnél. Méghozzá olyan értelemben, hogy vakvezető kutyákkal fogunk foglalkozni, annak apropóján, hogy nem sokára itt lesz a vakvezető kutyák világnapja, és ez alkalomból érzékenyítő bemutatót tartanak az egyik budapesti bevásárlóközpontban. Íme. 114, 115, 116... 117 perc. Április 27-én a vakvezető kutyák világnapja alkalmából az egyik budapesti bevásárlóközpontban vakvezető kutyás bemutatót tartanak az érdeklődőknek a Baráthegyi Vakvezető Kutyaképző Iskola Alapítvány segítségével. A részletekről Tarcsi Géza beszélget vendégével. Üdvözlöm a hallgatókat, és bemutatom Nyíriné Kovács Máriát, a Baráthegyi Vakvezető Kutyaképző Iskolától. Üdvözlöm a hallgatókat. Az iskola mikor kezdte el a tevékenységét? Az iskola pontosan 10 éve kezdte el a tevékenységét, pontosan szülinapot is tartunk ebben az évben. És ennek nem csak ennek alkalmával, de a beszélgetésünk egyik apropója a Vakvezető Kutya Világnap, amit jövő héten tartanak? Április 27-én van a Vakvezető Kutyák Világnapja, úgyhogy mi kétszeresen is ünneplünk, először is a születésnapunkat, ami 10 éves, és a Vakvezető Kutyák Világnapját is, amelyet 27-én az Alle Áruházban fogunk tartani, úgyhogy minden érdeklődőt szeretettel várunk. De országszerte megrendezik. Országszerte több esemény lesz, ez a Budapesten a legfőbb esemény, az Alle Áruházban lesz. Mire számíthat, aki kilátogat a világnapra? Nagyon sok kutyára, nagyon sok simogatásra, nagyon sok kutyapuszira. Ki lehet próbálni a vakvezető kutyával való közlekedést, ami nagyon nagy közkedvelt rendezvényenken szereplő feladatunk. Bekötjük az érdeklődőknek a szemét, és átélhetik, hogy milyen is, amikor valaki nem lát, és milyen az, amikor ha valaki nem lát, akkor egy kutya pedig segít neki. Ezt nevezik érzékenyítő programnak. Aztán ezen kívül még lesz illatfelismerés, amőba játék, nagyon sok játékos feladatunk, természetesen ezek mind bekötött szemmel, hogy azért test közelben megtapasztalhassák azt, hogy egy látássérült hogyan is él, hogyan is mozog, hogyan is teszi a napjaiba a feladatait. Hány vakvezető kutya van az országban? Hát az országban körülbelül olyan 137 vakvezető kutya van, ahhoz képest, hogy 80 ezer látássérült van az országban, ez egész csekély irány. Hogyan lehet egy vakvezető kutyát igényelni? Egy vakvezető kutyát a helyi szervezethez, ahova szeretné beadni az igényüket, a látássérült elektronikusan, illetve telefonon vagy levélben bármilyen formában, ha felkeresi az adott szervezetet, oda beadhatja az igényét, egy kérdőívet kitöltve különböző kérdésekre válaszolva benyújtja az igényét. Ez az igény beérkezik az alapítványhoz, mi rögtön visszajelzünk, hogy megérkezett az igénylése, és utána egy helyi látogatás keretében bővebben elbeszélgetünk arról is, hogy milyen kutya való ehhez az emberhez, ugyanis nagyon fontos, hogy mi
a kutyához választunk embert. Megpróbáljuk őket olyan szinten összepárosítani, hogy hasonló legyen az életvitelük, a szükségletük, az igényük, a járástempójuk. Nagyon-nagyon sok mindent figyelünk ebbe a beszélgetésbe. Kimegyünk egy picit a lakókörnyezetbe, megnézzük, hogyan is közlekedik, milyen a járástempója bottal. Kipróbálhat egy tanuló vakvezető kutyát, abból is nagyon sok mindent le tudunk szűrni. A további kiképzés ugye a gazdával együtt végzik ki, vagy képezik ki a kutyát? Hát egy kutyának a kiképzése az 6-8 hónapig tart, és amikor megkapja a látássérült a kutyát, akkor valóban az ő együttes összecsiszolásuk még nagyon sokáig tart. Van, akinek egy hónapig, van, akinek akár egy évig. Senkit nem siettetünk, mindenki a saját tempójában halad, és hogyha ők már teljességgel összecsiszolódtak, és ügyesen közlekednek együtt, akkor pedig egy közlekedésbiztonsági vizsgával lesz bizonyítaniuk is kell. Hogyan történik a kutyák kiválasztása? Többféle megoldás is van. Először is működik egy nagyon jó kölyöknevelési programunk. Ebben a kölyöknevelési programban szerepel például Hanga, aki a lábam alatt fekszik, ő egy 5 hónapos Golden Retriever leányzó. Családok nevelik fel az alapítványnak a kiválasztott kölyökkutyákat, a kölyökkutyákat az alapítvány megvásárolja, elhelyezi olyan családoknál, akik jelentkeztek erre a nemes programra, és őket is meglátogattuk, a lakókörnyezetüket felmértük, oktatásban részesítettük őket, és a saját lakókörnyezetébe elvisszük a kutyát, és a mi segédletünkkel és felügyeletünkkel nevelik a kiskutyákat. Egy-másfél éves koráig nevelik őket. Amikor bekerült a kiskutya, már nem kiskutya, most már egy éves, akkor pedig orvosi vizsgálattal meg kell bizonyosodni arról, hogy egészséges-e, tehát a csípőizületi szűrésnek meg kell lennie, és a szemüket is szűrjük, hogyha ez mind rendben van, akkor még jön egy kis tesztelés, hogy valóban ez a nevelés jól sikerült-e, mivel nem biztos, hogy a kiskutya még ekkora alkalmas lesz, vagy már említettem, hogy már nem kiskutya, tehát, hogy nem biztos, hogy ekkora alkalmas lesz, és tesztelgetjük, például nézzük azt, hogy az idegen emberek között hogyan mozog, hogyan viselkedik, nem mutat félelmet, agresszivitást, idegen kutyák között, járművek között, zajos helyek, átmere menni egy rácson, egy folyosón, van-e tériszonya, tehát ezeket mind-mind megnézzük, és hogyha ennek megfelelt, akkor kezdődhet a kiképzés. Illetve beszerzünk kutyákat felajánlásból is, ami azt jelenti, hogy családoktól felajánlást kapunk, hogy esetleg alkalmasnak bizonyul-e az ő családi esetleg kutyájuk. Esetleg menthelyekről is szereztek már be kutyát? Volt már arra is példa, igen. Nagyon aranyos kutyák lettek ezekből is, és nagyon ügyesen dolgoznak. És elsősorban Goldennel és labradorokkal foglalkoznak? Elsősorban labrador retrieverrel és nagyon minimális mértékben golden retrieverrel. A labradorban több a lendület, a lelkesedés, a golden retriever egy picit olyan magának való, úgyhogy őket inkább minimális mennyiségben, a labrador az 90%-ban. Más kutyafajták is szóba kerülhetnek? Nagyon-nagyon ritkán kerül szóba más kutyafajta, ugyanis a labrador retriever kivívta magának a tisztességet, hogy ő vakvezető lehessen, ugyanis ők borzasztóan kedvesek, barátságosak, nagyon gyorsan tanulnak, van bennük valami szociális érzék, valami hajlam arra, hogy ők ezt nagyon szívesen csinálják, tehát ők szeretnek segíteni, ők boldogan csinálják ezt a feladatot, és ezt kihasználva, igenis a labradort alkalmazzuk, és nagyon fontos, hogy a labrador az nem harap, még akkor sem, ha véletlen rálépnek a járműveken, a tömött buszokon, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy emiatt a labrador, a barátságossága miatt, a kedvessége miatt, a taníthatósága miatt, a lendülete miatt. Kölykök nevelésén azt is figyelembe veszik esetleg a szülőket, hogy a szülők is korábban vakvezető kutyák voltak. Nem feltétlen. Bárhonnan beszerezhetünk kölyköket, több tenyészetővel vagyunk kapcsolatban, és bárhonnan beszerezhetünk kölyköket. Hogyan történik a vakvezető kutyáknak a társadalmi elfogadása? Mondjuk a közlekedésben meg egyéb helyeken mennyire fogadják el, hogy a vakvezető kutyák olyan szempontból előnyt élveznek a többi kutyafajtákhoz képest, hogy ők bemehetnek olyan helyre, ahol más kutyák ki vannak tiltva? Én azt gondolom, hogy haladunk a jó út felé, egyre több pozitív tapasztalatom van, egyre inkább elfogadóbbak,
Sőt, olyan is volt már, hogy beléptem egy kávézóba, és mondták, hogy ide kutyát nem szabad behozni, mondtam, hogy vakvezető kutya. Picit húzta a hölgy a száját, majd leültünk, és maga a kutya oldotta ezt a feszültséget. Mert amikor a kutya lefekszik békében, és szinte észrevehetetlen, akkor mindenki meglágyul. Tehát maga a kutya bebizonyítja, hogy miért is mehet be egy vakvezető kutya bárhova, mert ő nagyon fegyelmezett, tud viselkedni, nem csinál semmit az ég világon, várakozik. Mi igyekszünk arra tanítani a kutyáinkat, hogy szék alatt, asztal alatt elbújjanak, és ott foglaljanak helyet, hogy ne legyenek útban, ne lépjenek esetleg rá, ne zavarjon senkit se. Azt szoktuk mondani, hogy az a jó vakvezető kutya, amelyiket nem vesznek észre, hogy ott van. Milyen vizsgarendszer szerint tanítják ezeket a kutyákat, vagy adják ki ezeket a kutyákat. Ugye annak idején a Ritnoszki János által indított vakvezető kutya képzési programmal, ugye a 60-as évekre nyúlik vissza ez a történet, a Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének volt egy kutyaiskolája, illetve van is ugye még a Csepeli telepen. A vizsgarendszer az egy hozzájuk igazított, tehát egy úgymond szabványosított rendszer, amit ők kitaláltak, és azt mindenkinek követni kell, vagy érdemes, vagy ajánlott követni, vagy pedig van egy egyedi vizsgarendszer, amelyet önök kidolgoztak, ne talántán külföldön szereztek tapasztalatot, tehát hogy néz ki ez a rendszer, amelynek meg kell felelni egy átadásra kerülő kutyának? Hát egy vizsga, az teljességgel szabványrendszerű, az egész országban található minden szervezetnek e szerint, a vizsgarendszer szerint kell vizsgáztatnia a kutyát. Valóban régen Csepelen voltak csak kutyák képezve, és az ottani vizsgarendszer az maga Csepelen történt, most nem így van, hanem úgy van, hogy egy Matesze nevű szervezet ölelte fel ennek a vizsgarendszerét, és az ő irányításukkal és szabályzatukat követve kell a kutyákat vizsgáztatni, ami azt jelenti, hogy minden látássérültnek a lakóhelyén kell felkészülnie a vizsgára. Három útvonalat, amit amúgy is használ, meg kell tanulni, és ezen önállóan kell majd végigmenni, abból a háromból. Először a vizsga kezdeténél húz egyet, és ezen az egy útvonalon kell úgy önállóan végigmenni, hogy mi tőlünk vizsgabizottsági tagoktól nem kérhet segítséget, járókelőktől, bárkitől, hogyha elakad, segítséget kérhet, ha esetleg eltéved, útbaigazítást szintén kérhet, viszont önállóan el kell jutniuk A pontból B pontba. Van egy sorstársam, aki annak idején azt mondta, hogy a vakvezető kutya nem GPS, tehát a kutya nem tud fejben tartani egy útvonalat, a kutya vezényszavakat tanul meg, ugye? Tehát a gazdának kell jól tudni az útvonalat és jól irányítani, úgyhogy ez azt hiszem, hogy mind a két fél részére egy nagyon nagy agymunka. A kutyának ugye a vezényszavak miatt, meg az akadályok kikerülése miatt, a gazdának pedig ugye az útvonal miatt. Ez így van, mind a kettő félnek a teljesítményét figyelik egy ilyen vizsga alkalmával. Valóban van, amikor a kutya teljesít jobban, van, amikor a gazda. Oda-vissza adják egymásnak a fonalat, de még visszatérnék arra, hogy valóban a kutya nem GPS és nem taxi, viszont útvonalakat tud fejben tartani. Tehát olyan helyen, ahol már járt, oda képes önállóan visszamenni, viszont a gazdának legelőször kell tudni irányítani. Tehát valóban vannak vezényszavak, és a gazdának tudni kell tájékozódni, tudnia kell, hogy hol, ha leszáll mondjuk, akkor merre kell fordulni, azt, hogy pontosan hol kell elfordulni, azt minőségében pedig a kutya tudja. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a kutya vezet, a gazda pedig irányít. A kutya egyébként gondolom, hogy az útvonalakat azért is tudja fejben, nem? Én legalábbis laikusként úgy gondolom, mert bizonyos nyomokat, ne talántán ismerős szagokat, illatokat képes tárolni a kutyaságából adódóan, úgymond, tehát függetlenül a vakvezető mi voltától. Van erre egy nagyon-nagyon speciális gyakorlás, ők is tanulnak tájékozódni, közlekedni. Erre van egy olyan feladatunk, amivel a kutyákat konkrétan erre készítjük fel. Vannak olyan helyzetek, amiben a gazdának semmilyen támpontja nincsen, és a kutyának onnan ki kell vezetnie a gazdáját. És ezekkel a gyakorlásokkal ő nagyon-nagyon jól megtanul tájékozódni. Értem. Nagyon köszönöm, és akkor ugye ez azt jelenti, hogy ha elmegy jövő héten valaki erre a kutyás napra, 27-én, ugye akkor meg is fogja tudni tapasztalni
ezt ugye, ahogy említette, bekötött szemmel oda mehet, kipróbálhatja, és akkor láthatja ott a bevásárlóközponton belül, vagy azért ki fognak majd menni esetleg oda a környékre, hát a parkolóba. Helyzettől függ. Helyzettől fog függeni, de megtapasztalhatják, igen, az odalátogatók, hogy milyen érzés vakvezető kutyával közlekedni. És milyen jó dolog az, amikor mindenféle zajos környezetben kell tájékozódni, mert bármelyik bevásárlóközpontban bemegy az ember, nem az akadálymentességéről híres. Hiába vannak rampák, hiába vannak vezetőliftek, vagy liftek, vezetősávok, stb. Stb. Ugye az, hogy az egyik üzletből is szól valami, a másikból is szól valami, föntről is szól valami, egy visszhangos, tágas belső tér, jönnek, mennek szemből, ilyen mozgó lépcső, olyan kereszteződés, ugye, tehát mindenféle van ott, aminek egy látássérült mondhatná azt, hogy nem kéne, hogy legyen, de van, és ugye emellett kell megtanulni közlekedni, vagy ilyen körülmények között. Ez a nehezítés, igen, hogy minden mellett a látássérültnek pedig közlekednie kell. Ez a program felhívja a látótársadalom figyelmét arra, hogy figyeljünk oda a látássérültekre, és figyeljünk oda a vakvezető kutyákra is. Szó lesz majd arról is, hogy valóban a kutyákat nem szabad simogatni, mert hogy nagyon megzavarja ugye a simogatás a vakvezető kutyákat, hisz eltereli a figyelmét a munkáról, elfordítja a fejét, és akkor már nem arra figyel, hogy ő vezet valakit, vagy nem etetjük a vakvezető kutyákat. Igen, mindig meg kell ugye kérdezni azt, hogy meg lehet-e simogatni, ugye, és hogyha a simogatás is maximum akkor történhet, ha mondjuk egy járművön hosszabb idő telik el az utazással, és a kutya valóban fekvő helyzetben van. Igen, amikor a kutya várakozik, akkor meg lehet simogatni, ha a gazdája erre engedélyt adott. Van, aki nem szereti meg, hogy megsimogatják a kutyáját. Ennek ugye többféle oka lehet. Van, amelyik kutyától teljesen szétpereg, ne zavarjuk meg a kutyát. Majd a gazdája eldönti, de azt vegyük észre, hogy igen, a hámfogó végén, illetve a púráz végén ott van egy ember. Igen, 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 azt mindig nagyon... És hát ugye a kutyák meg nem állnak ellen, mert melyik kutya nem szereti, hogyha szeretik? Hogyha simogatják. Simogatják, eltetik, ugye igen. Ezt, igen, azt a labradorról kutya el lehet mondani azt, hogy nagyon szereti a hasát, úgyhogy nagyon szeret enni. És ugye hát nyilván, amikor úgy meghatóan néz az emberre, akkor van, aki tényleg elcsábul és enni ad neki, vagy szeretgeti, és hát bizony ilyenkor... És így lehet elrontani. Így van, és félre kell tenni, és tudomásul kell venni, hogy bizony ők ilyenkor dolgoznak. Igen, és otthon is dolgoznak, mert azért, amikor szabad idejük van, akkor sem mehetnek föl az asztalra. Igen. Igen. De hát mondjuk az egy általános engedelmességi feladat, nyilván, hogy otthon egyébként is a hobbi kutyát is megpróbáljuk szocializáltan tartani. Nyilván van itt is engedelmességi vizsga, még a vakvezetésen túl, vagy az előtt. Engedelmességi vizsga benne van ebbe a közlekedés biztonsági vizsgába, ami abból áll, hogy pórázon kell a kutyát vezetni, és ilyen általános alaki gyakorlatok, mint az ültetés, fektetés, állítás és a pórázon közlekedés, illetve, ami nagyon nehéz, a helyben maradás, tehát egy adott helyen a kutyát ott kell hagyni, és egy 3 perces idő tart, amíg neki feküdnie kell, míg a gazdája visszaérkezik. Mondjuk el még egyszer a világnapnak a programját, meg hogy hol található, és esetleg internetes elérhetőséget. Internetes elérhetőséget úgy tudnék mondani, hogy bárki, aki a Baráthegyi honlapját felkeresi, azon keresztül akár a Facebook oldalunkat is fel tudja keresni, és itt fent lesznek a programok, de 27-én az Alle Áruházban mindenkivel találkozunk, és az egészen pontos időpont pedig a honlapon és a Facebookon lesz. 117 perc. Egyszer megszülettünk, ezért majd egyszer meghalunk. Azt hát érted, hogy még együtt vagyunk. Nem tudunk, de legfőképpen azt, hogy összetartozunk. Csak ahhoz kell most erő, hogy jó kedvünk legyen. Ígérem neked, ígérd meg nekem, hogy bármi lesz velünk, bármennyit tévedünk, mindig megbocsáthatunk. Mert egymásért vagyunk,
egyszer megszülettünk, ezért majd egyszer meghalunk. Adj hálát érte, hogy most még itt vagyunk, mert volt már párodunk, és sok mindent tudunk. De legfőbb értem azt, hogy összetartozunk. Elfogadta a kormány javaslatát a Pedagógusok Sztrájkbizottsága, áll az Origó legfrissebb cikkében. Eszerint az április 20-i munkabeszüntetés alatt minden iskolában biztosítani kell a gyermekek felügyeletét és étkezését. 5 órás egyeztetés után megállapodott az április 20-i sztrájk elégséges szolgáltatásairól a kormány és a Pedagógusok Sztrájkbizottsága. A tanárok elfogadták azt a javaslatot, hogy a sztrájk ideje alatt minden köznevelési intézménynek biztosítania kell a gyerekfelügyeletet és az étkezést, így minden gyerek mehet majd iskolába a munkabeszüntetés alatt is. Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár 5 órán át tárgyalt a szakszervezetek vezetőivel. 2 sztrájk is lesz. Adja hírül az Origó. A pedagógusok szakszervezete április 20-ára tervez egésznapos sztrájkot, míg a civil közoktatási platform és a pedagógusok demokratikus szakszervezete április 15-én tart 2 órás figyelmeztető munkabeszüntetést. Az utóbbi szervezet már többször szeretett volna tárgyaló asztalhoz ülni a kormánnyal, de a köznevelési kerekasztalt nem fogadták el helyszínül, ezért a próbálkozások eddig kudarcba fulladtak. Az Emmi a közleményében azt írja, továbbra is várja a kerekasztalhoz az érintetteket. És még egy cikk az Origón, amely szintén nemrég jelent meg a ma délután folyamán, hogy kiderült, hogy miért égett le a testnevelési egyetem épülete az Alkotás utcában Budapesten. A cikk szerint nem gyújtogatás miatt gyulladt ki a testnevelési egyetem sportcsarnoka tavaly októberben. A tűz a fűtésvezérlő szekrényben keletkezett. A tűzvizsgálatot végző fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság megállapította, hogy a tűz villamos áram gyújtó hatása következtében keletkezett, tudatta a testnevelési egyetem. Az Origó ebben a cikkben egy drónnal készült fényképet is közzétesz az egyetem leégett atlétikai csarnokáról. A forrás pedig az MTI Ruzsa István, tehát az ő felvételét láthatják az olvasók. A tűz a sportcsarnok belsejében lévő fűtésvezérlő szekrényben keletkezett, a fűtési rendszer bekapcsolásakor, a fűtés indulásakor. A szakértői vélemény kizárta a gyújtogatást. A testnevelési egyetem használatában lévő Alkotás utcai atlétikai csarnok tavaly október 15-én hajnalban gyulladt ki.
Kedves hallgatóink, további híreket találnak az origo.hu weboldalon, ahol tehát percről percre frissülnek a hírek, és mindig olvashatnak az aktuális történésekről, eseményekről, bármi is történjen Budapesten, Magyarországon, illetve a világban. Kedves hallgatóink, 17 órakor pedig Berényi Attila kollégánk érkezik majd a legfrissebb hírekkel, aztán megyünk tovább a második órában. Itt lesz, mert már itt is van, Kis Barna, és jön még meglepetés vendég is, a Never Give Up gospel kórusból, mert hogy a hét emberével a Nem Adom Fel gospel kórusról fogunk beszélgetni. Aztán ellátogatunk a 18. kerületbe, ahol is a Kondor Béla közösségi házban egy jótékonysági bált rendeznek, amely bál bevételéből a kerületben, tehát Pest-Szentlőrincen működő Lilium Kert katolikus óvoda rendezhet majd egy egész gyermekhetet. Az intézmény vezetője Lukács Mária lesz majd a vendégünk, pontosabban ő látott engem vendégül, és a vele készült interjút hallhatják majd. Aztán pedig színházba látogatunk, mert mint mi azt nagyon jól tudjuk, színházba járni jó, érdemes. Janikowski Éva az egyik legközkedveltebb kortárs írónő, hiszen nem olyan rég hunyt el, a 20. század egyik jelentős alakja volt, és az ő emlékére rendeznek egy Janikowski Éva napot a Lemez két oldala címmel április 23-án a Pesti Magyar Színház, illetve a Janikowski Éva fia által vezetett Móra kiadó együttműködésében. Ezt is ajánljuk majd figyelmükbe. Aztán pedig a műsor legvégén Szász Anna jegyzetét Hajós Vera olvassa majd föl, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani 117 perc című műsorunkban, amelynek mai hangmérnöke és a zenei szerkesztője Petik András, én pedig a műsorvezetője és szerkesztője Ruzsa Viktor vagyok, és akkor nem sokára hírek. She has seen me change, yeah. It ain't easy rearranging, and it gets harder as you get older, farther away as you get closer, and I don't know the answer. Does it even matter? I'm wondering now. 10 years singing, but out loud, never was anybody listening. Something missing. Now I have someone. She has seen me changing, and it gets harder as you get older and farther away as you get closer. And I don't know. Getting harder to come by without weeping. Now I have someone. She has seen me changing, and it gets harder as you get older.
Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Civil Rádió 117 perc című műsorát hallják, ahová megérkezett a hét embere, és nem sokára a hírek után vele folytatjuk majd a műsort. Egy újabb cikk jelent meg az Origón 16 óra 51 perckor, tehát egy egészen friss. Eszerint nem diszkriminatív a vénaszkenner. A határozat szerint a hatóság megállapította, hogy a vonatkozó szabályozások szerint a labdarúgó sportszervezet és a szurkolói között speciális kapcsolat áll fenn, és a sportszervezet a saját szurkolói által elkövetett cselekményekért, mármint a Ferencvárosi Tornaklub, maga tartozik fokozott felelősséggel. Ez akár pontlevonás is lehet, adja hírül az Origó. A csapatoknak tehát érdekükben áll, hogy a saját szurkolóikat rávegyék a szabályok betartására, írja a fradi.hu. A határozat azt is kimondja, hogy a fradi szurkolók, mint csoport, nem tartozik a vonatkozó törvény által védett csoportok közé, adja hírül a fradi.hu, illetve erre hivatkozva az Origó. Kedves hallgatóink, 17 órakor tehát következik Berényi Attila, és utána jön a hét embere. Hírek következnek itt, a Civil Rádióban. Még a nyáron megtartaná a kormány a kvóta ellenes népszavazást, jelenleg csak egy vagyonosodási vizsgálat folyik az országban. Razziáztak az elhíresült panamai ügyvédirodánál, borúsabb idő jön. Üdvözlem, Berényi Attila vagyok a Civil Rádió híreivel. Valóban egy héttel korábban eldöntötte a kormányfő, hogy megszünteti a vasárnapi boltzárat. Ezt a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter árulta el az RTL Klubnak nyilatkozva. Rogán Antal megerősítette azt is, hogy valóban megszűnik az országos egészségbiztosítási pénztár, a nyugdíjbiztosítási főigazgatóság pedig beolvad az Emberi Erőforrások Minisztériumába. Álláspontja szerint milliárdokat spórolnának a bürokrácia csökkentéssel. Népszavazás is jön, csak a kúrián múlik, hogy milyen gyorsan az EU-s kötelező betelepítési kvótákról. Rogán azt mondta, nem kell hinni az EP elnök Martin Schulznak, aki 1500 menekült betelepítéséről beszélt. Az elmúlt néhány hónapban 1,5 millió ember érkezett a kontinensre. A miniszter szerint őket osztanák szét az EU-ban. A kormány szerint sürgősen kell a népszavazás még a szocialisták állami földekről szóló, valamint Kész Zoltán bérplafonos népszavazását sem bárnák meg vele. A kabinetfőnök szerint béremelés jöhet az egészségügyben és a szociális szférában is. Tavaly még 1100 vagyonosodási vizsgálat volt, és ezekből 19,5 milliárd forint folyt be, de változtak a szabályok. Ma már csak konkrét bűncselekmény gyanúja esetén lehet ilyen eljárást indítani. A Magyar Nemzet szerint Tállai András adóállamtitkár arról beszélt, hogy jelenleg csak egy személy ellen folyik vagyonosodási vizsgálat Magyarországon. Az, hogy ki ez az ember, nem tudni, írja a Magyar Nemzet. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint elfogadhatatlan és európai politikushoz méltatlan a luxemburgi külügyminiszternek a magyar miniszterelnökről és a magyar migrációs politikáról szóló nyilatkozata. Luxemburg diplomáciájának irányítója azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktort jövő kedden fogadja. Helmut Kohl, korábbi német kancellár, rejtélyesnek nevezte, hogy egy vérbeli európainak, mint Helmut Kohl, idézem, ilyen kétes alakokat kell fogadnia. Szijjártó Péter közölte, a magyar kormányt és a miniszterelnököt a magyarok egymás után másodszor választották meg nagy többséggel. A magyarok döntését a luxemburgi külügyminiszternek is tiszteletben kell tartania. Razzia volt az offshore botrány forrásánál, a panamai Mossack Fonsecánál. Az ügyvédi irodában pénzmosásra és terrorizmus pénzelésére kerestek bizonyítékokat a hatóságok. Érdekes, hogy nem sokkal korábban egy másik nyomozócsoport is járt a helyszínen, akik a hacker támadás nyomai után kutattak.
A Mossack Fonseca ügyvédi irodából szivárgott ki bő egy hete több százezer offshore céggel, dúsgazdag nemzetközi ügyféllel kapcsolatos adat. Az iroda tagadja, hogy bármiféle törvénytelenséget követett volna el. Állítása szerint csak is offshore számlák vezetésével foglalkozott, azzal nem, hogy kliensei mire használják pénzüket. Végül az időjárásról: egyre nagyobb az esély a csapadékra és a borúra, de ez ilyenkor áprilisban teljesen természetes, az időjárás kissé kiszámíthatatlan. A fővárosban 22 fok körüli értékeket mérhet, a csütörtök hajnali 10 fokról 18 fokig melegszik majd a levegő. Budapesten tart a helyszínen és a Szilágyi Erzsébet fasorban a Buda gyöngyénél. Mindkét irányban lépésben lehet haladni. Szinte lassú a haladás a budai alsórakparton a Margit hídnál déli irányban, a pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Zsúfoltságra kell számítani a Budakeszi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, a Margit körúton és az Attila úton a Széll Kálmán tér felé. A Pomázi úton útszűkületen kell áthajtani, a 118-as autóbusz módosított útvonalon közlekedik, több megálló kimarad. Pongrász Dániel, BKK Info. A 117 perc embere ezen a héten. Kis Barna, a Never Give Up gospel kórus vezetője, illetve a Nem Adom Fel együttes egyik alapító tagja, gitáros, zeneszerző, én azt is hozzá szoktam tenni, hogy webáruház tulajdonos, mert hogy hangszeráruháza is van neki, és hát most nem sorolom, hogy mennyi titulusod van neked. Szeretettel köszöntelek, Barna, és örülünk, hogy ismét itt vagy körünkben. Köszönöm ismét a meghívást. És kiderült ám itt a nagy turpisság, hogy mire készültök. Itt a meglepetés vendég, mert hogy Tóth Mónika kolléganőm bejött az egyik zene alatt így nagyjából 3-5 magasságába, hogy megjöttek Barnáék, és akkor én ugye fölkonferáltam a meglepetés vendéget, tehát kiderült, hogy egy segítőd, aki videófelvételt készít rólunk, és ez majd meg fog jelenni Facebook oldalatokon, úgyhogy láthatják majd a hallgatók azt, hogy itt mi az, ami történik a stúdióban. Hát ülünk egy nagyjából ilyen ötszögletű fura asztalnál, és beszélgetünk egy csomó mikrofon társaságában. Úgyhogy így készül a 117 perc, kedves hallgatóink. De viszont, amiről most beszélgetni fogunk a hét emberével, az a gospel kórus, mert ugye Nem Adom Fel együttest már kibeszéltétek tegnap Mariannal, Dózsa Mariannal, és ugye Frank Iván szerkesztette a műsort, ha valaki esetleg lemaradt volna róla, érdemes visszahallgatni. Hétfőn pedig ugye Tóth Mónikával a Vion Trio is szóba került, úgyhogy most egy újabb oldaladat ismerhetjük meg, mégpedig a gospel kórust. Alapvetően te ugye, ahogy így rád néz az ember, meg amit így lát veled kapcsolatban a Nem Adom Fel együttesben, ugye az a rockzene. Elsősorban ugye gitár, de én mondjuk hallottalak téged dobolni is. Egy rockzenész életében hogyan kerül a gospel, ami ugye egy picit azért lehetnek rock gyökerei talán, de más műfaj? Nehéz a kérdés. Tudom, azért kérdeztem. Úgy meg pláne nehéz ezt elmagyarázni, hogy a zene kedvelők, az úgynevezett zenefogyasztók meg tudják érteni, anélkül, hogy én mindenféle zeneelméleti kérdéseket feszegetnék. Ugyanis én azt gondolom, hogy van igényesen előadott jó zene, meg vannak a ma igen divatos, úgy szokták mondani, rádióbarát muzsikák. Az igényesen előadott és egy alapvető zenei felkészültséget igénylő zenék esetében, hogyha nagyon a mélyére nézünk a dolgoknak, akkor csak egy hajszál választja el a különféle zenei stílusokat, hiszen ugyanazt a hangszert hasonló módon kell lefogni, más harmóniákat játszunk, más effekteket használunk, más hangszíneket használunk, de én úgy érzem, hogy amikor akár korábban az Unisex együttes tagjaként évekig funky zenét játszottam, ahogy a Nem Adom Fel indulásának idején keresztény akusztikus lemezt hoztunk létre, vagy hogyha mondjuk most megnézzünk egy Budapest arénás vagy felvonási teres rockos Nem Adom Fel koncertet, esetleg egy sportcsarnokos Pataki Művek koncertet, akkor én azt a gitárt
nagyon hasonló módon fogom meg mindegyik esetben. Nyilván a stílus sajátosságainak megfelelően játszom az akkordokat, meg az effekteket, de ugyanazzal a hozzáállással működnek ezek a zenéstílusok. Ugye a Unisex az a ugye Szekeres Adrien féle formáció. Szekeres jó, Adrien tudom. Volt az első énekes az együttesnek, azóta már azért voltak tagcserék, értelemszerűen ennyi idő távlatában ez szinte mindegyik zenekarnál elkerülhetett. Igen, csak hogy el tudjuk ugye helyezni azt a stílus irányzatot, mert ugye Szekeres Adrien hangját azért mindenki ismeri, hogy a 94-es Táncdal Fesztiváltól kezdődően, azért ugye őt, tehát így a funky, meg hát azért azt tudja mindenki, hogy micsoda, tehát így akkor hozzá tudja tenni, vagy képzelni azt, hogy te abban is részt vettél. Igen, hát azt nem szabad elfelejteni, hogy úgy ugye Erdélyi László az, aki a zenekarnak a vezetője, megálmodója, és aki mind a mai napig töretlenül viszi tovább az együttest. Így van, és akkor az a lényeg a te szempontodból, hogy te kirándultál ugye akkor ezek szerint, mert akkor kiderült itt még egy oldalat, hogy akkor itt elmentél a funky irányába is. Ugye ez azért érdekes számunkra csak, mert ugye általában a zenészeket nem nagyon szokták így a hallgatók tudni, azok, akik nem szólalnak meg, mert ugye mindig az énekes a frontember, nyilván a Nem adom felben is van egy ilyen, hogy ugye a Szepesi Ricsoszt azért mindenki tudja, mert azért a frontember, vagy az Akázolit azért tudják, mert azért frontember. Te ugye ott szépen el vagy ott a gitárral, meg a dobok mögött, miközben ugye te is ugyanakkor a része vagy a csapatnak, csak hát ugye idézőjelben második sorban vagy hátrébb vagy ugye a színpadon. A gospelben neked mi a szereped? Te mit csinálsz? Mit képviselsz a gospel kórusban? Hát, hogyha ebben az összefüggésben nézzük meg, akkor a gospel kórus esetében, hogyha Nem adom felnél azt mondjuk, hogy második sorban állok, akkor a gospelnél ott a nyolcadik sorban állok. Amikor fiatalabb voltam, mondjuk úgy, hogy fiatal voltam, bár nyilván erre majd sok kedves rajongó fogja írogatni a Facebookon, hogy számukra még most is fiatalnak tűnök, de amikor elindult az én zenélő karrierem, akkor minél előrébb akartam állni. Tehát akkor elül akartam hősködni a gitárral, akkor elül akartam énekelni, és ahogy telnek az évek, ez változik meg, és a gospel kórus esetén ott próbálok minél inkább hátulról segíteni, hátul maradni. Gyakorta hátul vagyok a zongoránál az egész kórus mögött, de én abszolút jól érzem magam ebben, tehát hogy nem, abszolút nincsen bennem már az a fajta bizonyítási vágy, ami középiskolás koromban volt, hogy majd én megmutatom. Tehát nem akarom megmutatni már. Picit megpróbáljuk definiálni, ugye a gospel az ugye egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak ilyen evangéliumot hirdető, vagy Isten dicsérő, vagy dicsőítő vallási műfaj, amennyire én így tudom definiálni ezt. Számodra mit jelent gospelt játszani, részt venni egy ilyen formációban? A gospel valóban egy egyházi műfaj. Amikor az afrikai rabszolgákat betelepítették Amerikába, és akkor ezeken a földeken dolgoztak, akkor alakult ki valójában a spirituálikból a gospel műfaja. Ez egyfajta segélykiáltás volt, vagy a sanyarú sorsokból próbáltak így egy kicsit felülemelkedni, és Jézust, Isten dicsőítő dalokkal valami szebb álomvilágot kialakítani maguknak. Ez szájról szájra terjedt, olyannyira, hogy ha mostani időkig eljutunk, akkor a különböző zenei stílusok is teljesen összekeveredtek már az alapvetően blues alapú gospel műfajt nézve. Tőlem azért nem áll ez távol, mert amikor én 12 évvel ezelőtt a Nem adom fel együttessel kapcsolatba kerültem, amiről meg kell említeni azt, hogy sokszor úgy konferálnak be, ahogy most is, hogy alapító tag voltam, és a zenekar tagjai is ezt rendszerint így szokták emlegetni, hogy alapító tag voltam, de hogyha az Ős nem adom fel történetét megnézzük, akkor én nem voltam alapító tag, ugyanis amikor megismerkedtem velük, akkor ha bár nem is egy ilyen zenekaros formában, de Deli Géza, aki a mai nem adom fel alapítványnak az elnöke, ő volt tulajdonképpen az atya ennek,
ő fejében pattant ki ez a nem adom fel együttes gondolata, az, hogy menjenek ki terekre, üljenek le egy fa alá, egy ilyen baráti társaságként, és énekeljenek különböző dalokat. És hogyha ezt megnézzük, és ugrunk egy ilyen 10-12 évet az időben, akkor ez szervesen kapcsolódhat a gospel műfajához, hiszen gondoljunk csak bele, hogy akkor arról szólt, hogy amit innen-onnan hallottunk népdalokat, innen-onnan összeszedtünk akár blues zenei vonalról zenei alapokat, azt ugye a saját stílusunk szerint adjuk elő. És ha belegondolunk, a gospel is így alakult ki, hiszen nem leírt, nem hangfelvételek alapján történtek ezek a tanulások, hanem ilyen népdalszerűen tanulták meg ezeket a dalokat, és olyannyira egybevág a mostani nevegőbb gospel kórus jellege az akkor 10-12 évvel ezelőtti nem adom fel el, hogy tulajdonképpen az, hogy mi találkoztunk az együttessel, annak az ürügye az volt, hogy nem adom fel együttes első lemeze elkészülhessen. Én akkor egy hangstúdióban dolgoztam, és megkerestek, hogy hát akkor ők úgy mondták, hogy segítsek a lemezük felvételénél. Aztán persze semmiük nem gondolt arra, hogy ebből nem egy segítség lesz, hanem egy nagyon jó hangulatú közös munka, tehát közösen alkottunk egy lemezt, és annak a lemeznek a témája egyházi dalokra épült. Igen, és akkor ez inspirált, hogy maradjon egybe ez az egész kórus, ha jól értem? Nick Vujicsicsot talán nagyon sokan ismerik. Az, aki kezek és lábak nélkül élő művész, ugye? Aki, így van, így van, így. Akinek a aki egyszer volt is itt talán Magyarországon, sőt nem is egyszer talán. Igen, volt. Nick Vujicsics egy motivációs tréner, igen. És nagyon sok éves álmunk volt, hogy őt Magyarországra hívjuk. Ez is egyébként Deli Gézának volt az álma. A nem adom fel közegében tulajdonképpen az összes ilyen nagy álom, ami megvalósul, ezt mi előszeretettel szeretjük ilyen saját álmokként emlegetni, de azt azért tudni kell, és nem szabad elfelejteni, hogy Deli Gézának az álmai, ezek legalábbis a legtöbb, ami megvalósult. És ez is az ő nagyon régi álma volt, hogy Nick Vujicsics eljöhessen Magyarországra, és hívjuk el. Majd aztán, mikor nagyon sok éves egyeztetés, nagyon sok ember segítő munkájának következtében, 2013-ban Nick Vujicsics elfogadta a meghívásunkat, tehát a mi meghívásunkra érkezett végül is Magyarországra, és az is egy ilyen nagyobb csapatos összefogás volt, ám mégiscsak a Nem Adom Fel alapítvány lehetett a főszervezője ennek a dolognak. Akkor azt gondoltuk, hogy a szintén már régóta dédelgetett álmot, hogy létrehozzunk egy sérült énekesekre épülő gospel kórust, na, hogyha valamikor, akkor most van igazán ideje valóra váltani. Úgyhogy Nick Vujicsics érkezésére született meg tulajdonképpen a Never Give Up gospel kórus, ugyanúgy, ahogy a Nem Adom Fel együttes esetében sérült énekesekre épül, ám ez már egy integrált kórus, tehát míg a Nem Adom Fel együttes esetében kivétel nélkül sérült énekesek vannak a csapatban. Itt sérült és nem sérült énekesek, ami úgy alakult ki, hogy a Nem Adom Fel segítői is beszálltak énekel. Igen, és hát ugye itt azért kiderült a tegnapi beszélgetésből is, ugye el is hangzott a Nem Adom Fel című dal, meg hát akik ismernek benneteket régről már tudják, hogy azért ugye itt nagyon sok kvázi épp énekes is beszállt mellétek, ugye Révés Sándortól, Ruzsa Magditól, elkezdve a nem is tudom, Deák Vil Gyuláig, Pataki Attiláig, szóval most lehetne sorolni, mert szerintem nem nagyon van olyan ma ismert rock énekes, aki nem állt volna oda mellétek, bármikor ki, ugye, ő is azt hiszem, igen, talán, igen, ő is mindig odaáll az ilyen hasonló kezdeményezések mellé. Úgyhogy akkor nyilván itt ugye a gospel kórus az maximum annyiban tér el, hogy itt nem csak vendégénekesek vannak, hanem akkor ők állandó tagjai a kórusnak. Na de amiről én még szeretnék ma beszélni feltétlenül, az a kávézóban elindított klub, amely ugye a múlt héten csütörtökön indult, és azt mondtad, amikor készültünk erre a beszélgetésre, hogy ez most tantól kezdve minden hónap első csütörtökén este lesz ez a klub. Mit láthat, hallhat az érdeklődő közönség, hogyha oda megy a klubba, azon túl, hogy egy élő koncertet láthal, mert gondolom, hogy egy klub az valamitől mégiscsak más, nem csak annyi, hogy szimplán oda megy az ember, meghallgatja a zenekart, aztán mindenki elmegy, a közönség erre, a zenekar arra, hanem ugye itt azért van lehetőség ismerkedni, van lehetőség együtt kávézgatni, beszélgetni, akár a zenészekkel, énekesekkel is. A Nem Adom Fel erőssége szerintem mindig abban rejlett, hogy nem egy professzionális szakemberek, marketing szakemberek által
összerakott produkció volt, hanem mindig egy olyan baráti társaság volt, először egy 10 fős, aztán egy 15, aztán egy 100, most már mondhatnám, hogy tulajdonképpen egy ilyen 2-300 fős baráti társasága Nem adom fel, akik szeretnek együtt lenni, szeretnek beszélgetni, szeretnek együtt muzsikálni, énekelgetni, gyakran lemegyünk nyaranta különböző táborokra, fesztiválokra, és azt tulajdonképpen egy hetes non-stop együtt létezést, éneklést jelent, és évek óta terveztük azt is, hogy egy Nem adom fel klubot létrehozzunk. Aztán valahogy soha nem találtunk olyan helyet, ami egyrészt akadálymentes lenne, tehát hogy bármelyik Nem adom feles, illetve érdeklődő akadálymentesen le tudjon jutni. Túlnyomó részt ezek mind pince helységek lehettek, ahol mondjuk a nagy hangerő, és azt most idézőben teszem nagy hangerő, mert nem egy pataki művekes rockkoncertre kell gondolni, de azért mégiscsak hangszerekkel megszólaltatott zene nem zavarja a lakókat. És ez volt a Nem adom fel, illetve a Never Give Up Gospel Chorus szempontjából az egyik legnagyobb eredménye, vagy legnagyobb örömhíre a kávézó megnyitásának, hogy végre túl azon, hogy létrejött Budapesten egy olyan kávézó, ahol sérült felszolgálók dolgozhatnak, ahol a konyhában sérült emberek dolgozhatnak, munkát ad nekik, de ez félretéve, hogyha csak az együttes megközelítéséből nézem, akkor végre egy olyan hely van Budapesten, ahol nem probléma az, hogyha ha hangosan, vagy a beszédhangnál hangosabban szólal meg valamilyen zene, mert nagyon professzionális hangszigetelés sikerült kialakítani, illetve akadálymentes, és valahogy teljesen kézenfekvő volt az ötlet, hogy akkor itt valósulhasson meg ez a szintén évek óta dédelgetett álom, hogy egy ilyen Nem adom fel, Never Give Up klubot elindítsunk, és ahogy mondtad, minden hónap első csütörtökén van ennek az ideje, ahol minden hónap első csütörtökén fellép a Never Give Up Gospel Chorus, adott esetben a Nem adom fel együttes, és túl azon, hogy ez egy koncert, egy ismeretterjesztő előadás is, az első előadásnak a témája például a gospel volt, ahol amellett, hogy énekeltünk gospel dalokat, zenei kísérettel a kórus vezetőnk, a Smélné Pap Ágnes, ami Ági nénink, ő a gospelről tartott egy prezentációs kivetítéssel egybekötött előadást, úgyhogy a következő klub témáját még nem árulom el, mert még meglepetés lesz, de a Facebookon minden föl lesz. Az biztos, hogy jövő hónap első csütörtökén a Nem adom fel Café & Bárban kerül. Igen, ez ugye a Baros utca, azt a 84, ugye jól mondom, most nem akarok butaságot mondani. Igen, a Baros utca 86, 86. Valójában a Szűz utca és a Magdolna utcában van a bejárat a 8. kerületben. Igen, igen, tehát azért mondom, hogy azért ismerős a környék, így a 4-es, 6-os villamos vonalán van ugye ez a részt, tehát azért itt oda lehet találni. Így van, 5 percre a 32-esek terén megállt. 32, így van, oda lehet azért találni, és hát nagyon-nagyon érdekes lesz akkor, hogyha ilyen eladások is vannak, akkor én is igyekszem elmenni, mert akkor itt azért az ember... Ja igen, arra szerettem volna még rákérdezni most, hogy így mondtad ezt az ismeretterjesztést, ugye én nem voltam ott, hogyha valakit érdekel, akkor meg tudjuk-e valahol nézni utólag is akár ezeket az eladásokat. Felvétel készül minden előadásról. Sajnos a megfelelő technikai háttér, meg időfaktor az, ami igazából gátat szab annak, hogy minden fel lehessen a Facebookon, de nagyon dolgozunk rajta. A nehezítő körülmény az, hogy márciusban nekünk elindult az éves turnénk. Mind a Nem adom fel együttes esetében, és akkor már nem is említem a egyéb más zenekaraimat, mert a Pataki művekkel is tavasztól őszig turnézunk, a Villon Trio is újra elindult. Tehát, hogy ha ezt mind fölvennénk, és mindet utána megvágnánk, és mindet fölraknánk, akkor 10 ember azon dolgozna ilyen nappal, hogy igen, de ahogy mondta tegnap Mariannak is, hogy pirossal írjátok a naptárba a nyári fellépéseket, a Nem adom fel, tehát meg gondolom akkor a többi zenekaroddal is, tehát akkor itt be van neked a naptárat pirosozva, azt hiszem rendesen. Hát igen, ugye? Ezek ilyen kulisszatitkok, de valóban úgy van, hogy a különböző színekkel írjuk a fellépéseket, és ahogy indul az év, akkor úgy egy-két folt megjelenik a naptárban. Pirossal vannak a Nem adom felek, mert a Nem adom felek a logója az piros. A Villon Trio az mindig sárgával van, mert régebben sárga volt a Villon Trio-nak
a színe, tehát az sárgával kerülve. A pataki művekes az mindig ilyen sötétebb, rokkosabb színekkel, és aztán is sorba színesedik ki a naptár. És hogyha most megmutatnám a naptárat, akkor valószínűleg a legtöbben leesnének a székről, hogyha megnéznék, hogy hogy lehet ezt mind észben tartani, és mindegyikre odajutni. Ez egy kihívás. Szerencsére remek segítőink vannak, akik ezt megoldják. Igen, és szerencsére akkor ez azt is jelenti, hogy fehér folt nem nagyon marad a naptárban, tehát fehér négyzet, remélem. Ami ugye azt jelenti, hogy nagyon sok helyen szeretnek téged, igényt tartanak rád a munkádra, sok zenekarban megfordulsz, és láthat-hallhat a közönség. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a Civil Rádióba. Én is, és szeretettel várunk egyébként mindenkit április 23-án, ahol a 8. kerületbe fogunk bemutatkozni egy ilyen templomos fellépés alkalmával, illetve utána pedig a Villon táborban, ahol idén reményeim szerint nem csak a Nem adom fel együttes, hanem a Never Give Up Gospel kórus is fellép majd Zamárdiban. Április 23-án helyileg hol lesz és hány órakor kezdődik? A Horváth Mihály téren a 18 órás mise után fogunk fellépni, egy ingyenes fellépéshez. Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatóink, a Civil Rádióban ezen a hétembere Kis Barna. Holnap-holnap után folytatódik még ez a sorozat. Most viszont hamarosan Pest-Szentlőrincre látogatunk el, ahol is pénteken egy jótékonysági bál lesz a Kondor Béla Közösségi Házban, a Madarak Házi Buli Zenekar közreműködésével, és ennek a bálnak a bevételét az egyik kerületben működő óvoda javára ajánlják fel, de hogy miről is lesz szó pontosan, azonnal megtudják. Valavalamit még nem szabad, szabad! Valavalamit még nem szabad, szabad! Légy jó! Tudom, sokat láttam a babaház falán legbelül. Ölembe hullik a félvilág, s nem falhatom be egyedül. Korán reggel kacsintott rám az aranyhal, hogy majd teljesül. S nem vigyázok, gyorsan érkezett, s a végén ugyanúgy elrepül. Mehetnél, tudom, tehetnél valamit, amit még nem szabad. De ha szeretnél, most lehetnél, aki magában ragad. Mehetnél, tudom, tehetnél valamit, amitől fejre állsz. Szeretnél, most lehetnél a vad helyett vadász. Rajtad áll, amikor példát mutatsz a világnak. Most tényleg rajtad áll, hogy ajtót nyitsz a csodáknak. Most tényleg rajtad áll, ó, mikor fityiszt mutatsz a csalásnak. Most tényleg rajtad áll, hogy megterítesz a családnak. Sokat hallom, a tévében pont a film után. A sikergyáros műtermekben sosem pózoltam délután. Ha belesnél, ha bemásznál talán reggel a szobám ablakán. Csak egy lány találnál, kit nem bár kávé a hűtelebb világ asztalán. Mehetnél, tudom, tehetnél valamit, amit még nem szabad. De ha szeretnél, most lehetnél, aki magában ragad. Mehetnél, tudom, tehetnél valamit, amitől fejre állsz. Szeretnél, most lehetnél a vad helyett vadász. Rajtad áll, mikor példát mutatsz a világnak. Most tényleg rajtad áll, hogy ajtót nyitsz a csodáknak. Most tényleg rajtad áll, mikor fityiszt mutatsz a csalásnak. Tényleg rajtad áll, hogy megterítesz a családnak. Ó, oh, tényleg rajtad áll, mikor példát mutatsz a világnak. Tényleg rajtad áll, hogy ajtót nyitsz a csodáknak. Most tényleg rajtad áll, fityiszt mutatsz a csalásnak. Tényleg rajtad áll, ha meg megterítesz a családnak. Mehetnél, tehetnél valamit még nem szabad.
szabad. Szeretnél, lehetnél, magával, magával ragad. Mehetnél, tehetnél, ami dől a fej a fejedre áll. Szeretnél, lehetnél, a fejed madár. Mehetnél, tehetnél, üzem így sem oldható. Szeretnél, lehetnél, a rossz helyett a jó. Mehetnél, tehetnél, valamit, amit még nem lehet. Szeretnél, és lehetnél, a szívével szeret. Vad helyett vadász! Fú, de jó. 114, 115, 116. 117 perc. Húsz év. Évi 8500 műsoróra, 120 önkéntes, 100 műsor. Egy közösség, egy érzés, egy szó, egy hang, egy rádió, 1%. Kérjük, adja nekünk adója 1%-át, hogy szólhassunk. Civil Rádiózásért Alapítvány. Adószámunk 180-480-23, kötőjel 1, kötőjel 43. Április 15-én péntek este 18 óra 30 perctől jótékonysági bált rendeznek a Madarak háziboli zenekar közreműködésével a 18. kerületi Kondor Béla közösségi házban a Kondor Béla sétány 8 szám alatt. A bál bevételéből a kerületben működő Liliomkert katolikus óvoda gyermekeinek szerveznek gyermekhetet. Az intézményt 2013 óta Lukács Mária vezeti. 2013. szeptember 1-től kaptam meg azt a megbízást, ugyanis az előző vezető, Nárai Szabó Gézáné 19 év áldozatos és felelősségteljes munka után nyugdíjba vonult. Lehet azt tudni, hogy az óvoda mikor, illetve milyen célkitűzéssel jött létre. A nevében ugye benne van, hogy Liliomkert katolikus óvoda, tehát ugye ebből az derül, hogy ez egyház fennhatósága alatt áll az intézmény. A Liliomkert katolikus óvoda tulajdonképpen az első a 18. kerületben Pesszent Lőrinc Pesszent Imre egyetlen katolikus óvodája, amely 1994. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a Jézus szíve, a Szeplőtelen szíve plébánia járó családok gyermekei számára a Vlasis Gyula utca 66 szám alatti épületbe. Az épületről tudni kell azt, hogy Orosz Jenőné, Margit néni adományozta az ő ingatlanát a plébániára azzal a kívánságával, hogy halála után ebben az intézményben továbbra is valami nevelő-oktató munkát végző intézmény kap helyet. Ugyanis ő balett művész volt, és 50 éven keresztül működtetett egy balett intézetet saját otthonában. Abban az időben az előző vezető Nárai Szabó Gézáné éppen hitoktatást tartott a plébánián, és év végével az odajáró családok megfogalmazták azt az igényüket és vágyukat, hogy milyen jó lenne, ha a gyermekeik ilyen szemléletű, ilyen közegben nevelődhetnek nap mint nap. Ezért ezt az igényüket a Zsuzsa néni tolmácsolta az akkori plébánosnak, Varjú Imre atyának, aki a nyitott fülekre talált, és áldását adta erre a kezdeményezésre, úgyhogy megbízta a Zsuzsa nénit, hogy járjon el a hivatalos ügyintézések során, és hát Margit néni halála után úgy felgyorsultak az események, hogy észre se vették magukat, és már itt állt, és várták izgatottan az óvoda szentelést. Tehát, mint mondtam, februárban meghalt a Margit néni, és aztán az események úgy sodródtak, hiszen a hagyatéki tárgyalás jogerőre emelkedett, a munkatársakat ki kellett választani, a gyermekek felvétele adódott, akkor a mindenféle szakipari munkásokat kellett keresni, hogy elvégezzék az adódó munkálatokat, a megfelelő anyagi keretet kellett biztosítani ahhoz, hogy az óvoda elinduljon, de végül a gondviselésre bízva mindezeket a feladatokat szeptember 1-én megtörtént az óvoda szentelés. Akkor 94-ben még egy csoporttal indult az óvoda, majd rá egy évre olyan nagy volt az igény, hogy még egy csoportot indítottak. Ez az igény tovább fokozódott minden évben,
majd 1997-ben annyira kinőttük az óvodát, hogy újabb két csoport indítására volt szükség, így a plébános úr a közösségek otthonában lévő hittantermeket bocsátotta a rendelkezésünkre, úgyhogy még két csoporttal bővült az óvoda, és 2009. szeptemberétől a Havanna lakótelepen működő egycsoportos óvoda, ami akkor az ottani Szent László család óvoda volt, szintén a Liliomkert katolikus óvoda tagintézményé vált. Úgyhogy pillanatnyilag három telep helyen működünk bár, de öt csoporttal. Ebből egy csoport a Havanna lakótelepen van, ott vegyes életkorú gyerekek nevelődnek, illetve a másik két telephelyen tiszta életkorú csoportok, tehát kisközépső nagy csoportos gyerekek járnak. Igen, most lehet, hogy nem jól mondom a neveket, de én így a honlapon olyasmit láttam, hogy halacska csoport, meg hát különböző nevek vannak. Igen. Tehát ugye minden óvodában megvan, hogy különböző csoportoknak különböző nevek vannak, ugye nyilván a gyerekek így tudják azonosítani, hogy ők melyik csoportba járnak. Ugye és nem azt mondják, hogy kis csoport, nagy csoport, középső, ugye, mert igen, hát ezt így egyszerű megegyezni. Az óvodapedagógusok lelkészek közül kerültek ki, vagy a normál oktatási, tehát a világi oktatási intézményrendszerből, vagy vegyes a kép? A pedagógus, tehát a katolikus oktatás is pedagógus függő, tehát mindenféle kép pedagógus végzettséggel rendelkeznek, nem hitoktatók, viszont élő gyakorlatként élik meg a hitüket. És ezt, mint példaként állnak a gyerekek előtt. Mi az a pedagógiai program, amit itt önöknél van, amelyet önök alkalmaznak a gyerekek nevelésében? Hát először is a Liliomkert óvoda, onnan indulunk, hogy a Liliomkert név kiválasztásakor nagyon nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy maga a név egy olyan felfogható fogalom legyen a gyermekek számára, és ugyanakkor keresztény szimbólumokat is tükrözzön. Így ennek megfelelően választottuk a Liliomot, amely ugyan a gyermekek számára megtapasztalható növény, és ugyanakkor keresztény szimbólumokat is tükröz, hiszen az őszinteség, a tisztaság jele, a szent képeken gyakran találkozunk a fehér liliomos ábrázolással, maga Jézust is gyakran ábrázolják a liliommal, de ugyanakkor a természet szeretetére, illetve a kertkultúra nevelésünknek egyik fő eleme éppen ez is, hogy a virággondozásra nagy figyelmet fordítunk. Az alapvető pedagógiai nevelési mottónk: neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és hogyha megöregszik, akkor sem tél el attól. A példabeszédekből vett idézet nagyon-nagyon meghatározó igazságot tartalmaz a mai gyermeknevelés kapcsolatában is. Kérdésem ugyanakkor az lenne, hogy vannak-e ma olyan nevelők, akik ilyen erkölcsi értékek hordozói. Ezeket az erkölcsi értékeket be tudják-e építeni a gyermekek a kisgyermekeikbe, a növendékeikbe? Van-e megfelelő hitük ahhoz, hogy a megfelelő hitük a nevelésük sikerességében? Ki a tanítómesterük, ki a példaképük ehhez a munkához? Hiszen a tiszteletadás, a megbecsülés, a másikra való odafigyelés, a segítségnyújtás, a megbocsátás, az igazmondás, és még sorolhatnám tovább, ezek mind olyan fogalmak, amelyek a mai nevelő személyiség jegyeinek mondhatók. Mert ha igen, akkor könnyű dolgunk van, hiszen ezeket az értékeket a gyerekek utánzás alapján magukévá teszik. Legyek a jó példát magyarul. Igen, igen. Ezek a gyakorlati jó példák. És ha pedig nem rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, akkor képesek-e az önművelésre, hiszen ez is a pedagógusnak egyik fontos eleme, a személyiségének egyik fontos eleme. Mindenképp abban egyetérthetünk, hogy ezeket az erkölcsi értékeket elültetni, tovább fejleszteni csak szeretettel lehet. Akkor most beszéljünk a péntekről, mert hogy ugye itt pénteken lesz egy, én annyit tudok az egészről, hogy egy jótékonysági bál az óvoda javára. Mit kell tudni erről a rendezvényről, mi ez a rendezvény, mikor, milyen ötlettől vezérelve kezdték el ezt szervezni? Hát az óvodai hagyományok sorában a jótékonysági bál egy kiemelt szerepet foglal, és ennek létjogosultságát mi sem igazolja jobban, mint hogy az idén immár 17. alkalommal kerül megrendezésre a jótékonysági bál. Tulajdonképpen a bál egy tökéletes példája, egy tökéletes összefogásnak és együttműködésnek, ami a családok, az óvodai dolgozók, illetve mindazok a támogató szervezetek között jött létre, amelyek azonosulnak a jótékonysági bál céljával. A jótékonysági bálnak a célja az minden évben más.
minden év elején külön meghatározásra kerül. Ezt a célt, amit a pedagógusok meghatároznak, az év elején a gondoskodó szülők köre, rövidítve GSK, ami lényegében összefoglalja mindazt az érdeképviseletnek a célját, hogy gondoskodó szülők köre, ismertetjük a szülőkkel, ezeket megbeszéljük, kiegészítjük, színesítjük, majd megszavazzák, elfogadjuk, és innentől mindenki csak azzal foglalkozik, hogy minél érdekesebb, minél színesebb és színvonalasabb megvalósításban kerüljön sor a kitűzött célra. Az idén a kitűzött cél egy gyermek hétnek a programjainak a szervezése, és igen, eddig csak gyermeknapot szerveztünk, de úgy gondoltuk, hogy ezen a héten, vagy ebben az évben valami újat próbálunk gyermekeinknek adni, úgyhogy gyermek hetet szerveztünk. A gyermek hét programjai egy fantasztikus mesei keretbe építve, a népmesékre építve kerül megvalósulásra, és ezek ebben a sorozatban helyet kapnak ma a báb és színjátszó társulat, helyet kap a népi játszóház, egy egésznapos népi játszóház, ahol több mint 75 népi játékot próbálhatnak ki a gyerekek. Népi hangszereket készítenek a gyerekek, miután népi hangszerekkel ismerkedtek, kipróbálhatták. Élő táncház kerül megrendezésre, élő zenével táncház kerül megrendezésre. Családi kirándulás a Vadasparkba, illetve a program zárásaként egy családos kirándulás a közkedvelt Merzsemocsárhoz. Akkor meghívott előadóink vannak, drámapedagógus, akkor a szülőknek szóló előadásokat szervezünk, meseterapeuta, mesekutató meghívásával, segítséget nyújtva a szülőknek abban, hogy milyen fontos is a mese szerepe a mai gyermeknevelésben. A könyvvásárt rendezünk, hogy itt is ezzel is segítséget nyújtsunk a szülőknek, hogy milyen egy igényes könyv, milyen könyveket érdemes megvásárolni. És hogyha valaki szeretne belépőt vásárolni erre a pénteki jótékonysági bára, akkor hogyan teheti ezt meg, illetve itt az is nagyon fontos kérdés, hogy csak a idejáró gyerekeknek a hozzátartozói jöhetnek, vagy aki szívügyének érzi az óvodának a támogatását, illetve ezeknek a gyerekeknek a gyermekhetet, az jöhet. Hát igazából az idejáró családoknak hirdettük meg, illetve ők hívhattak meg mindenféle ismerőst, rokont, barátot, de nagyon szívesen fogadunk mindenféle támogatást, és természetesen, ha eljönnek a bálba, akkor ott a helyszínen is lehet jegyet venni. Igen, és akkor miután itt adományról van szó, itt említhetjük azt, hogy mekkora összegű jegyek vásárolhatók, nyilván nem egy fajta jegy van ilyenkor, hanem ugye ki egy picit el tudja úgymond dönteni, vagy mérlegelni tudja, hogy mennyi az, amit szeretne adományként ennek az óvodának adni. A támogatói jegyek elég széles körben mozognak, 1000 forinttól egész 5000, illetve van 10000 forintos támogatási lehetőség is. Szeretettel várnak tehát mindenkit pénteken, április 15-én este 18 óra 30 percre a 18. kerület Kondor Béla sétány 8 szám alatti Kondor Béla közösségi házba. A jótékonysági bál teljes bevételéből tehát a kerületben működő Lilium Kert katolikus óvodába járó gyermekeknek szerveznek gyermekhetet. A bálon közreműködik a Madarak házi buli zenekar Borhi Miklós vezetésével. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Lilium Kert katolikus óvoda és Ruzsa Viktor programajánlóját hallották itt a Civil Rádióban. Csak 1%, de azzal legalább te rendelkezel. Ezt is kihagyod. Vedd kézbe az 1%-ot sorsát és dönts. Add személyi jövedelemadód 1%-át a Civil Rádiónak. Ezzel a civilek 100%-át támogathatod. Civil Rádió, a civil bátorság hangja. 1% a tiéd. Rendelkezz vele. Civil Rádiózásért Alapítvány. Adószámunk 180-480-23, kötőjel 1, kötőjel 43. Kávészünet. Szász Anna jegyzetét Hajós Vera olvassa fel. Vihar a gumikesztyű körül.
Az Index megírta, hogy a Söte bőr- és nemi kortani klinikáján megtiltották a gumikesztyű használatát. Meglepő bejelentést kaptak március végén egy reggeli értekezleten a Semmelweis Egyetem bőr-, nemi kortani és bőr-onkológiai intézet munkatársai. Információnk szerint, írja az Index című internetes hírújság, idézem, az akut pénzhiányra hivatkozva gyakorlatilag megtiltották az intézetben dolgozó orvosoknak, ápolóknak, takarítóknak és egyéb szakdolgozóknak a gumikesztyű használatát. Az intézet különböző szintjein dolgozó forrásaink szerint az igazgatónő azzal indokolta a döntést, hogy előző nap teljesen kifogyott a kesztyű a műtőből, ami miatt több operációt, kezelést el kellett halasztani. Idézet vége. Hát ez már önmagában is abszurd. Az Index a tudósítást így folytatja. A március végén életbe lépő új szabály nem vonatkozik a műtő és a fekély ambulancia munkatársaira, viszont az ápolónők két hete megfelelő védelem nélkül cserélik a betegek ágyneműit, és az orvosok is kölcsönös fertőzés veszélynek kitéve vizsgálják a pácienseket. Eddig az idézet. Gumikesztyű helyett az említett kivételektől eltekintve csak nejlonkesztyűt használhat a többi munkatárs. Ezen a bizonyos értekezleten a bejelentést nagy felháborodás fogadta, de csak a klinikai főnővér volt az, aki határozottan állt ki, és hivatkozott az egyetem munkavédelmi oktatására, amelyen éppen azt tanítják, hogy a gumikesztyűvel szemben a nejlonkesztyű nem véd meg a biológiai átvételektől, azaz a baktériumok és kórokozók továbbadásától. A főnővér az értekezleten résztvevők előtt kijelentette, hogy gumikesztyű hiány az intézetben nem állnak rendelkezésre a betegellátás alapvető feltételei. Az igazgatónő erre azt válaszolta, hogy megvannak az elégséges feltételek, viszont az intézet több munkatársa alapvető hiányokról számolt be. Nevezetesen, hogy a kórtermekben rég nem lehet szappannal és készfertőtlenítővel találkozni. WC-papír kéztörlő nincs sem a betegeknek, sem az orvosoknak, akik saját maguk szerzik be azokat. Az intézet dolgozói két hete már a gumikesztyüket is saját pénzükön vásárolják. A magyar egészségügyi intézmények higiéniai viszonyai nem két hét óta riasztóak. 6 vagy 7 évvel ezelőtt egy budai kórházba jártam gyógytornára, és épp az ambuláns betegeket szolgáló WC állapota miatt hagytam ott. Tavaly nyáron egy másik budai kórházban töltöttem néhány napot, egy 7 ágyas kórteremben feküdtem, az orvosi és ápolói ellátásra egyetlen rossz szavam sem lehetett, de kritikán aluli volt a kórterem, a WC és a zuhanyozó állapota. A Népszabadság 2015. december 8-i számában Szennyvíz, penész, mocsok, még stádiumban a János pszichiátriai osztálya címmel jelent meg egy riport. Az újságírónő egy beteg hozzátartozójának kíséretében kereste fel az osztályt. Csak néhányat idézek a helyszíni szemle megállapításaiból. A személyzeti WC-be, zuhanyozóba nyíló ajtó szemöldök fájából csöpög a víz, fölötte a falon zöld és fekete penész. Az egyes kórteremben 8-an fekszenek, a betegágyakat el kell húzni a faltól, mert omlik a vakolat. A beteg társalgóból nyíló férfi vécében a csészék fölött húzódó strangcső több helyen repett, a szennylé a csőből a csészén kuporodó nyakába csorog. Nagyobb esőzéskor a plafon is beázik. Az orvosok szobáját nemrég kellett lezáratni, mert már semmiféle civilizációs mércének nem felelt meg. Csak azt nem értem, vajon az orvosok miért tűrnek? Miért nem csapnak az asztalra, mint például a pedagógusok? Miért nem jelentik ki, hogy ilyen, nemhogy méltatlan, nemhogy a szakma, de a higiéniai elemi szabályaival ellentétes, egy vidéki kocsma szintjéhez hasonló körülmények között nem hajlandók dolgozni? Kávészünet. Szász Anna jegyzetét Hajós Vera olvasta fel. Kocsi, ház, nyaraló, a gyereknek bónusz.
feleség, minden nap meleg eleség, télen kandalló kemence, nyáron a feszített medence, tudod, az ember annyi minden szeretne. Van, aki pénzt, van, aki hatalmat akar, van, ki türelmet, de azt hamar, van, aki uralkodna a világon, és van, akinek sose kívánom, a király lánya, mint feleség, a fele királyság éppen elég, és ki tudja, hogy mennyi minden még. Ha érdekel a titkos vágyam, elmondom én, kipálni akarom a világ tetején. Haladtam ezer földrész, körülöttem a hó, a világ tetején ott volna jó. Nincsen jó fiú és nincsen zsivány, bűvész, táncos, bonvivánot, nincs politikus és futballista, szuper rádiós sikerlista, nincsen playback és jövedelem adó, csak én meg a hó. Oh, oh. Ha érdekel a titkos vágyam, elmondom én, pipálni akarok a világ tetején. Haladtam ezer földrész, körülöttem a hó, a világ tetején ott volna jó. Érdekel a titkos vágyam, elmondom én, pipálni akarok a világ tetején. Alattam ezer földre, s körülöttem a hó, a világ tetején ott volna jó. Civil rádió, az emberi hang, a bátrak, a civilek hangja a mi hangunk, és hogyha úgy gondolják, kedves hallgatók, hogy legyen ez a rádió továbbra is a mi csatornánk, ahol el tudjuk mondani a véleményünket, ahol tudunk beszélni a minket érintő dolgokról, akkor kérjük Önöket, hogy május 20-áig a személyi jövedelem adó bevallásuknál az 1%-os rovatban, illetve a rendelkező nyilatkozatban ne felejtsék el a civil rádiózásért alapítványt, adószámunk 180-480-23-1-43, Törzsök Kata kolléganom ezt már párszor elmondta, és el is fogja még mondani a nap folyamán. Az imént pedig Borhi Miklós vezetésével a Madarak zenekar énekelt, mert hogy ez a zenekar, illetve játszott, mert hogy ez a zenekar lép majd föl a Kondor Béla közösségi házban péntek este, a Kondor Béla sétány 8 szám alatt, és a jótékonysági bál, amelyen ők fellépnek, és állítólag egészen reggelig lesz majd a tánc, a mulatság, a vacsorát követően. Szóval azt mondják, hogy a Lilium kert óvodának ajánlják fel ezt a bevételt, amelyből az óvoda gyermekhetet rendez. Végezetül egy programajánló, amely egy színházi előadás, illetve egy emléknap ajánlója, 23-án szombaton a Pesti Magyar Színházban a Színház és a Móra Kiadó együttműködésével
Janikovszky Éva emléknapot rendeznek az író születésnapja tiszteletére. Délelőtt 11 órától az Égigérő főcímű előadást láthatják az érdeklődők, akadálymentesítéssel, tehát audionarráció segítségével. Tóth Cecília, a Színház társadalmi felelősségvállalási referense lesz az audionarrátor, illetve a kísérő segítő a látássérülteknek. Este 19 órától pedig a Lemez két oldala című monológ gokból összeállított darab lesz majd látható, hallható. Hogy pontosan hogyan is fog felépülni ez az előadás, erről most már nem lesz időnk bőven beszélni, de megígérhetem kedves hallgatóinknak, hogy a következő Filagória adásokban, tehát pénteken, valamelyik pénteken, vagy most, vagy a jövő héten pénteken, tehát 22-én, 13 óra után fognak majd hallani itt a Civil Rádióban, úgyhogy érdemes velünk tartani, és föl fog kerülni a YouTube-ra, az én Filagória csatornámra is a beszélgetés, úgyhogy aki szeretne többet megtudni, az hallgassa, meg egyébként is hallgasson bennünket, mert érdemes, és látogasson majd el tehát a Pesti Magyar Színházba, a 7. kerület Hevesi Sándor tér 4-be, jövő héten szombaton 23-án délelőtt 11 és este 19 órára, a két előadás között pedig kiállítás nyílik, illetve rajzfilmeket láthatnak. Janikovszky Éva történeteiből készültek ezek a rajzfilmek. A mai 117 percnek pedig ezennel vége, a mai műsor hangmérnöke és zenei szerkesztője Petik András, akinek köszönöm a segítséget, én Ruzsa Viktor vagyok, és pillanatokon belül, akik este hallgatják az adást, tehát szerdán, a Honey Beast zenekarról hallhatnak egy összeállítást, illetve a zenekar felvételeit Géci Gábor és Radó László hangképcsarnokának ismétlésében, akik pedig éjszaka hallgatnak bennünket, a daloggalop adás ismétlését fogják hallani, ahol az egyik sztár vendég Nikola Parov volt, aki ugye Herzko Ágival nemrég adta ki az új lemezüket, és óriási bulit rendeztek itt a Fonóban két héttel ezelőtt, én magam itt voltam. Azokat a dalokat, amelyeket önök meghallgathatnak, én élőben is hallottam, és nagyon jó, úgyhogy ha legközelebb lesznek, akkor biztos, hogy fogunk róla szólni, és érdemes lesz eljönni. Köszönjük, hogy minket hallgatnak, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak az utakon. Viszont hallásra! What kind of girl? What can